Szigorították a jogi határzárat, a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetre hivatkozott a parlament. 1956 emléke, folytatódott a Békés Csabai Médiacentrum rendezvény sorozata. Nem sikerült tavaly a K2, idén a Mount Everestre készül Suhajda Szilárd. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. A jogi határzárat szigorító módosításokat fogadott el kedden az országgyűlés a kormány javaslatára. Pintér Sándor belügyminiszter előterjesztését 138 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 22 tartózkodás mellett fogadták el a képviselők. A parlament kiegészítette a menedékjogi törvényt a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetre vonatkozó eljárási szabályokkal. Így ilyen időszakban menedékjogi kérelmet alapesetben a menekültügyi hatóság előtt személyesen, kizárólag a határon lévő tranzitzónában lehet benyújtani, a menedékkérőknek pedig a kérelme jogerős elbírálásáig ott kell várakoznia. Nagy az igény az emberekben arra, hogy az alkotmányosságot helyreállítsuk és újra egy demokratikus rendszerben éljünk, mondta Majtényi László Békés Csabán. A civilek kezdeményezésére induló, a Jobbik kivételével az összes parlamenti ellenzék támogatását élvező köztársasági elnökjelölt 4 pontos programját is bemutatta, amely magában foglalja a független intézményekért, a szabad választásokért való kiállást, a szegénység elleni küzdelmet és a korrupció felszámolását. Majtényi László hétfő óta hivatalos köztársasági elnökjelölt, mivel a jelöltséghez szükségesnél több, vagyis 43 parlamenti képviselő támogatja indulását a posztért Áder János jelenlegi államfővel szemben. A jelölt a 7.tv Szempont című magazinjában cáfolta, hogy az Eötvös Károly Közpolitikai Intézeten keresztül Soros Györgytől kapna pénzt a kampányához. Ugyanakkor azt is elmondta, politikai karrierje a köztársasági elnökjelöltségig tart. Ez az én vállalásom, ez nem tart tovább, mint a köztársasági elnök választás. Tehát ha valaki azt gondolná, hogy ezzel én most elindítok egy politikai karriert, és hátat fordítok azoknak a dolgoknak, amelyekkel foglalkozom, tehát tanítás, most például egy egyetemi tankönyvet kéne gyorsan befejeznem, az téved, tehát nem lesz ilyen pályamódosítás, és nem válok politikussá. Az eddigi adatok alapján Békés megyében csaknem 13 ezeren kérték, hogy a NAV küldje meg adóbevallási tervezetüket, amit idén először készít el az adóhivatal. Ezt ügyfélkapon keresztül az interneten tekinthetik meg az állampolgárok, vagy kérhetik, hogy a hivatal postán papír alapon küldje el számukra. Az adóhivatal által készített tervezet postázása még bő egy hétig kérhető SMS-ben, a NAV honlapján, írásban vagy az ügyfélszolgálatokon. Azoknak, akiknek van ügyfélkapujuk, a NAV kérelmük ellenére sem postán küldi el a bevallást, hiszen ők a lehető legegyszerűbb módon online, akár okostelefonon is egyetlen kattintással elérik tervezetüket. Az adatokat feltétlenül ellenőrizni kell, mert az állampolgárok felelőssége, hogy jövedelmükről precíz bevallás készüljön, abból ne hiányozzék semmi, hívják fel a figyelmet. Azokról a jövedelmekről ugyanis, amelyekről nem érkezett információ évközben a NAV-hoz, az adózóknak maguknak kell számot adni, ezért van lehetőség a bevallási tervezet kiegészítésére. Két filmmel folytatódott a Filmklub 1956 rendezvénysorozat. A programot a Szabadságharc 60. évfordulója alkalmából indította a Békés Csabai Médiacentrum. A vetítéseken középiskolások vettek részt Ugrai Gábor történelemtanárral, aki segített értelmezni a látottakat. 21 000 embert börtönbe zárnak, 16 000 embert internálnak. Tavaly a Bűn és Büntelenség című filmmel indult a Filmklub 1956 rendezvénysorozat, amelyet a Szabadságharc 60. évfordulója alkalmából indított a Békés Csabai Médiacentrum. A program részeként ma két filmet láthattak a középiskolások. Délelőtt a Vérbírók című filmet nézték meg a gyerekek, amely azokról a bírákról szól, akik a szabadságharc leverése után ítéltek halálra forradalmárokat. A nap második felében a Hazatérés című filmet vetítették, amely Kozmovszky Edináról, a piros ruhás lányról szól. Ő a forradalom kezdetén alig 18 esztendősen olvasta fel a diákság követeléseit. A filmek nagy hatással voltak a tanulókra, akik sok olyan információt szereztek, amit eddig nem vagy kevésbé ismertek. Semmit nem szabad elfeladni, ami így a múltban történt, és főleg, hogy ilyen nagy tragédiák történtek, úgyhogy ezt mindig emlékeztetni kell, hogy volt, hogy voltak ilyenek, és hogy meghálásnak lenni, hogy most nincsenek. Emlékezzünk erről az 56-os forradalomról, hiszen
mi már ezután az esemény után születünk, szóval nekünk ez abszolút történelem már, úgyhogy szóval azt gondolom, hogy ez fontos, hogy nekünk ezt külön elmondják, hogy mi is tudjuk, hogy miről volt szó pontosan. A középiskolások Ugrai Gábor történelemtanárral együtt nézték meg a filmeket, ő vetítés közben nem a vásznat, hanem a diákokat figyelte. A film közben én nem is a filmet néztem, hanem a gyerekeket néztem, ahogy reagálnak erre a filmre. Hát én nagyon megdicsérem most is őket, mert én azt láttam rajtuk, hogy elgondolkodnak. Tehát ha már ezt elértük, hogy ők elgondolkodnak ezen a filmen, és amikor majd tanulni fogják az 56-os eseményeket, akkor eszükbe jut ez. Én azt gondolom, hogy már nagyon sok mindent elértünk. A program mögött a Békés Csabai Médiacentrum áll. Opauszki Zoltán, a cég ügyvezetője elmondta, közszolgálati jellegű médiaszervezetként foglalkozniuk kell mindazzal, ami közérdeklődésre számíthat. Ennek részeként valósítottuk meg a Szent István téren a tavalyi ősz folyamán ezt a szabadtéri kiállítást, ahol meg tudtuk mutatni a város és a megye lakóinak azt, hogy mi is történt itt a városban, a megyében az események, 56-os forradalmi események során, illetve a most is tartó filmklub sorozatunk is ezt szolgálja. A résztvevők úgy látják, hogy érdemes volt elindítani a programsorozatot, ugyanis a diákokkal sikerült megismertetni és ápolni 1956 emlékét. Az öngondoskodás és a külföldi munkavállalás került a középpontba a Békés megyei kormányhivatal és a Békés Csabai Médiacentrum Kft. Együttműködésében zajló a Jövő Biztonsága program harmadik állomásán. A rendhagyó tanórába a Békés Csabai kézilabda csapat képviselői mellett a Magna Cum Laude zenekar két tagja is bekapcsolódott. Az állami szféra jellemzői közé tartozik az, hogy alapvetően van társadalombiztosítási járulék, amit fizetni kell, ezért nyilvánvalóan ők különböző ellátásokat is igénybe vehetnek. Indiai tapasztalatait idézte fel Palánz Jögy, az intézmény igazgatója a diákoknak. A sorozat nyitányaként egy TB-totón tesztelhették tudásukat a közgé végzős tanulói, majd a szociális biztonság és a társadalombiztosítás témakörében mélyülhettek el. Fantasztikus vendégeket sikerült meghívni és megszólítani. Úgy gondolom, hogy ez a két téma, a külföldi munkavállalás és az öngondoskodás, az mindannyiunk számára nagyon-nagyon fontos, és a diákok számára is, hiszen hamarosan ott vannak a munkába állás küszöbén. Az öngondoskodásról pedig nem tudunk eleget beszélni. A rendhagyó programhoz egy hónappal korábban már csatlakozott Skalicki László, a Békés Csabai Előrend KSE vezetőedzője, valamint Triffa Ágnes, az együttes kapusa. Most pedig meglepetés vendégként a Magna Cum Laude két tagja, Szabó Tibor és Kara Misa érkezett, hogy megosszák tapasztalataikat a fiatalokkal. Az öngondoskodásnak szerintem az a lényeg, hogy bármit kor sodorhatja az embert olyan élethelyzetbe, hogy kénytelen leszel saját magad valahogy megoldani. Tehát lehet, hogy nincsenek mindig jobbról-balról megoldások, és akkor kénytelen lesz az ember saját magát ezt megoldani, ezt a kérdést. A diákok ezúttal is több hasznos információval gazdagodtak, amelyet majd hasznosíthatnak a jövőben, amikor kilépnek a nagybetűs életbe. Nem igazán vagyok ez a spórolós fajta sajnos, úgyhogy ezen szeretnék változtatni majd a közeljövőben. És meglepő volt még az is, hogy már 16 éves kor után lehet pénztárat nyitni. Az együttműködésben a 7.tv egy filmet készít, amelyet a megye összes középiskolájába eljuttatnak majd. A Jövő Biztonsága elnevezésű program áprilisban folytatódik, amikor egy záró TB-totón tesztelhetik a megszerzett tudásukat a középiskolások. Folytatódik a nagy sikerű sorozat a Minden Tudás Színházi Egyeteme. A program célja, hogy más megvilágításba helyezzen egy-egy darabot, irodalmi műalkotást, neves előadókkal, szórakoztató előadásokkal. Ezúttal a Légy jó, mint haláli került a középpontba. Móri Zsigmondról, a műhöz kapcsolódó érdekességekről, tényekről és legendákról Szilágyi Zsófia egyetemi docens előadását hallgathatta a közönség. Le is írta a naplójában, hogy egyetlen dologtól mentsen meg a jóisten, az, hogy kötelező olvasmány legyen. És ugye azt így folytatja, hogy nem akarok kemény Zsigmond sorsára jutni. A Színházi Egyetem egyik fontos küldetése, hogy jobban belelássanak az alkotás folyamatában nézők. Van, aki rendszeres látogatója a rendezvénynek. Színházi előadásoknak úgy a körítését is meg tudjuk, nagyon sok érdekességet tudunk meg a színdarabokról, a művészekről, rendezésről, sok mindenről. Minden alkotás táptalaja a filozófia az est házi asszonya szerint. Ezért hív meg minden alkalommal neves előadókat, művészetfilozófusokat, irodalomtörténészeket.
Mindenképpen az ő tudásukat szeretném itt megmutatni egy-egy művel kapcsolatban, tehát ami főként a színháznak a repertoárjához kapcsolódik. Ez a mostani előadásunk a Légy jó, mint halálig című Móricz darabhoz kapcsolódik. Szilágyi Zsófia az előadást több érdekes téma köré csoportosította, beszélt a regényről, arról, mi a szerepe Móricz életművében, hogyan viszonyult az akkori iskolarendszerhez, de arról is szó esett, valóban igaz-e, hogy az írót bántották Debrecenben. Ugye mindannyian azt a mondatot tudjuk, hogy nem akarok debreceni diák lenni, tehát hogy tulajdonképpen Debrecen az a város, amelyik elüldözi a tehetségeket, mert a regényben meg is jelenik Csokonai alakja, és ugye azt mondja Nyilas Misi, hogy engem is el fognak zavarni innen, mint Csokonait. De valójában valamiféle üldöztetés történet az Sárospatakon történt, és Debrecenben nem történt semmi ilyesmi, az egy racionális döntés volt az apja részéről, hogy átvitte Debrecenből Sárospatakra. A következő alkalommal Darvai Nagy Adrián színháztörténész a macskajátékról, örkény világáról fog beszélni. A programsorozat következő része április 3-án lesz a Kamara Színházban, ahol meglepetés vendégekkel is találkozhat a közönség. Március 10-én kezdődik Békés Csabán a 15. tavaszi fesztivál, aminek főszervezője ismét a Csaba Gyöngye. A közel egy hónapos összművészeti programsorozat megálmodója szintén a Kulturális Központ volt. A kezdetek óta számos városi egyesület, társulat csatlakozott a tavaszköszöntő szórakoztató sorozathoz, ahol ismét a minőségi zenéjé, színpadi előadásoké, kiállításoké a főszerep. Kiváló koncertek, remek hangulat a tavalyi fesztiválon. A szervezők idén is szeretnék a kultúra kedvelő társadalom teljes szegmensét megszólítani és igazi összművészeti programsorozatot életre hívni. Erről beszélt a fesztivál igazgató nemrég Művészbejáró című műsorunkban. Aztán fontos szempont az is ilyenkor, hogy jelentős, nemzetközi hírű előadók is jelenjenek meg, országos hírű, nemzetközi hírű előadók is jelenjenek meg, ugyanakkor a helyi, békéscsabai, békésmegyei értékeket mindenképpen mutassuk meg ez alatt a szűk egy hónap alatt. Nem csak a megyéből és a régióból érkeznek látogatók a békéscsabai tavaszi fesztiválra, hanem még határainkon túlról is. Zenés, táncos programok, koncertek, kiállítások, mesejátékok szintén szerepelnek a palettán. Tavaly 5000 látogatót számolta a közel egy hónapos sorozat. Az idén 40 éves békéscsabai hadszív emlékzenekar is koncertet fogadni nálunk a Csaba Big Band-del kiegészülve. Az Alföld Kvartett pedig két igen neves gitárművésszel ad majd egy különleges mediterrán hangulatú koncertet. Április 7-ig még Hobóval, Fenyő Miklóssal és Dollival is találkozhat a nagy közönség. A fesztivál nyitó ünnepsége most pénteken lesz a Csaba Gyöngyében este 7 órától, ahol a Békés megyei szimfonikus zenekar és Gyöngyös Ivett zongoraművész közös koncertjével veszi kezdetét az összművészeti tavaszi fesztivál. Ungvári Miklós olimpiai ezüstérmes cselgáncsozó volt az újabb vendége a Sportolj Együtt olimpikonokkal elnevezésű rendezvénysorozatnak. A háromszoros Európa-bajnok sportoló a Lencsési Általános Iskolában először élménybeszámolót tartott, majd a gyakorlatban is bemutatta a sportágat. Nagy ováció fogadta a londoni ötkarikás játékokon második helyezett judóst a Lencsési Iskola tornatermében. A ceglédi származású versenyző elsőként gyermekkoráról és a nagy versenyek élményeiről mesélt. A fiatalok lelkesen kapcsolódtak be a tippelésbe a sportoló életkorát illetően. Nem tudom, mennyire nézek ki, mennyit is adszatok, hány éves vagyok most? 24, köszönöm szépen, neki volt a büfébe egy teára. A 36 éves sportoló, annak ellenére, hogy már nem a fiatal cselgáncsozók közé tartozik, megcélozta pályafutása 5. olimpiáját is. A gyerekek az elmélet után a gyakorlattal is megismerkedhettek. Ungvári Miklós segítségére a kétszeres békéscsabai olimpikon Gyáni János volt. A Lencsési Iskola legbátrabb diákjai ezt követően meg is küzdhettek a két cselgáncsozóval. Szeretem az ilyen küzdősportokat, de még nem nagyon próbáltam, de nézni-nézni, mert a társam csinálta, és most így jó volt kipróbálni, és nagyon tetszett. Ungvári Miklós élvezte a Békés Csabai találkozót, és azt próbálta átadni a fiataloknak, hogy milyen sok pozitív élményt kapott a versenysporttól. Míg az osztálytársaim lehet, hogy az adott
kiránduláson, vagy nem is tudom éppen hol voltak farsangi bulin, addig lehet, hogy én a világ más területein, vagy esetleg így a nyári szünetben ők a nyaralásukat töltötték, én meg éppen a Rio de Janeiroban a világbajnokságon küzdöttem, szóval tudni kell mérlegelni. Azt mondom, hogy amilyen lemondásokkal járt való a sport, néha duplán adta vissza az életbe. A lencsési általános iskola diákjai több sportágban is jeleskednek, éppen ezért az intézmény vezetése arra törekszik, hogy minél több példaképet állítson a fiatalok elé. Versenyzőink, vendégeink ezt erősítették meg itt az előző egy órában, hogy a sport mindenre megtanít. Jellemet formál, erősíti az akaratot, erősíti a kitartást, célt ad a gyerekeknek, és úgy hiszem a mai világban ez talán az egyik legfontosabb, amit egy iskola tehet a gyerekekért. A Hiszek benned sportprogram a héten tovább folytatódik, hiszen az olimpiai bronzérmes súlylökő Márton Anita, valamint az ötkarikás bajnok úszó Risto Véva érkezik Békés Csabára, szombaton pedig a nőnaphoz kapcsolódóan egy sportnapra várják az érdeklődőket a Csaba Parkba. Az Alföldről indulva korábban a hegyek hegyét a K2-t vette célba Suhajda Szilárd, aki márciusban a Mount Everestre indul Klein Dáviddal. Magyarország egyik legaktívabb expedíciós hegymászója Gyulán a Vigadóban magas hegyi tapasztalatairól beszélt, és arról is, hogyan jutott az Alföld síkvidékéről a világ legnagyobb hegyóriásai közé. A békéscsabai származású angol tanár a Körösök partján hátizsákos túrázóként kezdte, de néhány év alatt rabul ejtették a hegyek. A Mont Blanc megmászása után végérvényesen beleszeretett ebbe a világba. 2014-ben Varga Csaba nagyváradi hegymászóval felmásztak a világ 12. legmagasabb csúcsára, a Broad Peakre, oxigénpalack használata nélkül. Suhajda Szilárd 2015-ben Varga Csabával, 2016-ban pedig Klein Dáviddal vágott neki a föld legveszélyesebb és második legmagasabb csúcsának számító 8611 méter magas K2-nek, de az időjárás miatt mindkét alkalommal vissza kellett fordulniuk. Valójában 14 darab 8000 méternél magasabb hely van a világon, és a K2 az egyik. Bár a K2-re nem jutottak fel, fantasztikus expedíciót tudhattak maguk mögött a hegymászók. Suhajda Szilárdék tavaly például aludtak egy keskeny jégpárkányon, 6700 méteren, hatalmas hóviharokat, máskor pedig kánikulát éltek át. Dáviddal mondhatom azt, hogy megúsztunk egy nagyon komoly balesetet talán, hiszen alig, hanem a hegymászó történelem legnagyobb tragédiája bontakozhatott volna ki a hegyen tavaly nyáron. Egy hatalmas lavina elsodorta a hármas tábort, ahol szerencsére senki nem tartózkodott, mi is oda felé tartottunk, pont oda tartottunk, de időben visszafordultunk, hallgatva a megérzéseinkre. Suhajda Szilárd és Klein Dávid most ismét a megérzéseire hallgat. Március végén indulnak útnak, céljuk pedig a világ legmagasabb hegycsúcsának, a Mount Everestnek az elérése oxigénpalack nélkül. Híradónkat látták, további híreinket és videóinkat a behír.hu internetes oldalon találják meg. Köszönöm figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!